Ez a képben vagyunk a TV Eger podcast műsora. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat és nézőinket. A mikrofon mögött Tóth a vendégem pedig Prokai Gábor, a Kárpátok Alapítvány önkéntese. Szerbusz Gábor, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy. Szia, köszönöm a lehetőséget. Hát egy viszonylag nehéz témával fogunk foglalkozni a folytatásban, az előttünk álló fél órában. Lényegében Ukrajnában igyekeztek segíteni, illetve a az Ukrajnában a háborús övede, övezetből elmenekült embereknek nyújtotok segítséget, és hát az övezetbe küldtök ki a Kárpátok Alapítványnak köszönhetően is, nyolc mentőautót már sikerült, ha minden igaz. Akkor kezdjük a legelején, hogy hogyan is indult el ez a történet? 2022. február 24-én tört ki a nagyszabású Invázió, mondhatni a háború, viszont ez ugye már 2014 óta tart, a Krimfélszigetnek az annektálása és a kelet-ukrajnai háború kitörése óta. Én azt gondolom, hogy 24-én sokan tapadtunk a képernyőkre, akár a számítógépen, telefonon, hogy ezt ténylegesen Európa területén újra egy hegyveres konfliktus alakult ki, illetve egy ország megtámadta a szomszédját és már másnap 2022. február 25-én Eger szólátom, mint önkormányzati képviselő, benne voltam abban a találkozóban vagy meetingben összehoztunk egy, egy megbeszélést, hogy mi, mivel tudnánk igazából segíteni az Ukrajnából menekülő embereket, mire is van szükség, mit gyűjtsünk, mint adomány, és én felajánlottam azt, hogy másnap, tehát 26-án szombaton én elutazom a Tiszabecs nevezetű településre, amiről azt olvastam, hogy ott a legkevesebb az összegyűlt adomány, és megkérdezem a helyieket, esetlegesen a polgármester urat, hogy mire is van szükség. Én így indultam el 26-án reggel, és nem egészen azt tapasztaltam, ahogy én, amit én elterveztem, mégpedig a határra leérve, erre a magyar településre, ugye ez egy határtelepülés, több ezer embert láttam teljes káoszban, félelem a szemükben, kétségben és ugye bár február volt hideg évszak, tehát tél, és volt, hogy a bőröndökön aludtak a csecsemők betakarva, éppen amiben, amit kaptak pokrócot, vagy, vagy amit találtak kabátot. Szóval ez nagyon hamar átalakult, ez az elképzelésem, hogy én egy fél napot, egy napot töltök lent, és akkor egy listával hazatérek. Vasárnap délután volt az első alkalom, hogy, hogy aludni tudtam, tehát itt azt kell elképzelni, hogy szombat déltől vasárnap délutánig megállás nélkül a határon több civillel, környékbeliekkel, tehát környékbeli településen lévőkkel, helyekkel, Budapestről érkezőkkel, külföldről érkezőkkel próbáltunk segíteni a, a menekülteken. Forrót átosztottunk, szendvicset, hordtuk a vödröket vízér, hogy a legyen alapanyag. <kül> mm. Ezt kon lelkileg, ezt hogy bírtad egyébként? Kondérokat, stb. Köszönöm a kérdést nehezen. Itt az első négy-öt nap alatt körülbelül egy ilyen hat órát, hogyha sikerült aludni. Erre, vagy ezzel kapcsolatban, ahogy utána olvastam, itt ez a túlélési bűntudat, vagy valahogy így lehet ezt fordítani, játszódhatott le bennünk, nagyon sokunkban, akik mondjuk nem kaptunk ilyen tréninget, mint mondjuk a vörös keresztnek az önkéntesei. Ami azt jelenti, hogy ha állomra hajtottuk a fejünket egy meleg szobában, csak arra tudtunk gondolni, hogy még mennyien kint fagyoskodnak a hidegtélben. És, és ez egyszerűen nem hagyott aludni, hanem folyamatosan oda kívánkoztunk a határa, hogy hogy még több gyereknek, anyának tudjunk segítségét valamilyen, valamilyen segítséget nyújtani. Így van. Tehát az életüket nem is megoldani, de akár a szállást elintézni bent Magyarország területén, vagy Európa más városába, fuart elintézni, vagy pedig csak tényleg egy élelmiszer, tehát egy alap alapszükségletet ellátni. Innen indult a, a történet. Ja, körülbelül a 7.-6. napon kerestek meg Egerből a Markot ferenc kórháznak az orvosai, akik Kárpátai származásúak, hogy tudnék-e segíteni esetleg orvosi eszközöknek az adománygyűjtésében. Na most nekem semmilyen egészségügyi hátterem nincsen, ezért uh, igazából olyan sok mindent nem tudtam nekik felajánlani, csak annyit, hogy, hogy amibe tudok segíteni, az esetleg egy Facebook posztnak a megírása angolul, illetve magyarul, amihez esetleg egy képet csatolunk, és, uh, és akkor megnézzük, hogy mi történik ebből. És mi történt? Mert uh, Igen, hát nagyon hamar, nagyon hamar több millió forint értékű uh, adomány érkezett, pénzadomány uh, privát számlákra, ami azt vetített előre, hogy ez így, így, nem igazán fog működni a privát számláról, hanem valamilyen alapítványhoz kell, hogy kapcsolódjunk, és ezután lettünk a Kárpátok Alapítványnak a, az önkéntesei, ugye egri székhelyű alapítványról beszélünk, illetve még egy dolog történt itt a 9. napon, a MSNBC, tehát a New Yorki híradó helyi csapata készített egy ilyen lokális interjút, amiben én is, engem is meginterjú voltak, ami azt eredményezte, hogy itt a social médiában, tehát a közösségi médiában minden felületen rengeteg üzenet érkezett a világ minden pontjából, pontjáról hozzám, hogy mibe tudunk segíteni, stb. angolul, németül, mindenféle nyelven. Érezted ezt az összefogást akkor, hogy, hogy tényleg mindenki akar tenni, vagy nagyon sokan akarnak tenni azért, hogy, hogy tudjanak segíteni? Hiszen azért téged hajtott az, hogy segíteni akartál. Akkor érezted azt, hogy, hogy igen, akkor, akkor ez jó út, és ez, ez menni fog így együtt? természetesen igazából a megérkezésen pillanatában látva azokat a kis buszokat, amik ugye Magyar Falu programosok például, és olyan településnevek, amikkel még sose találkoztam, és amikor rákerestem, és Vas megye, Somogy megye, Tolna megye, olyan cégek, akik budapesti székhelyűek és a dolgozók össze dobták az adományra való pénzadományt, és ők hozták le ezeket. Tehát itt, itt mindenféle ember tényleg megfordult, nemzetközi szinten is, tehát a hollandok, kezdve németek, osztrákok, belgák, szóval szóval az elején azért ez egy nagyon erős motiváció is volt, szerintem mindenkiben, hogy együtt igenis tudunk segíteni. És hogyha egy kicsit visszakanyarodunk a Kárpátok Alapítványra, akkor te megkerested a Kárpátok Alapítványt, itt már lényegében egy alapítvány formában tudtatok tovább, vagy tudtad vinni ezt a, ezt a, a segít, Cíget, de akkor mit is céloztatok meg igazából? Hiszen ahogy én a felvezetőben elmondtam, mert nyolc mentőautó is kikerült. Igen, az elején azt kellett ö, megérteni, vagy elfogadni, hogy ö, nagyon szép dolog ez, hogy egy összefogással tudunk segíteni a határon az odamenekülteknek, tehát mondjuk ö, gyümölcspürével ellátni a gyerekeket, vagy dörmi macis édességgel, szendviccsel, stb. a többi viszont... Ö, akik kint maradtak, vagy kint rekedtek a háborús zónában, és ugye itt azt kell elképzelni, hogy olyan városok vannak tűz alatt a mai napig, ami majd, hogy nem Budapest méretű, mondjuk egy hárkív, hogy ott a, ottani egészségügyi ellátás az alapvetően sem volt Ukrajnában a kiemelkedő. Most, most viszont ugye a háború kitörésekor rengeteg a, a traumás, égési sérült, nagyon sok olyan eset van, hogyha belegondolunk, hogy a szorongás, a stressz miatt sokkal több az érrendszeri, a szív megbetegedés, és, és, hogy, és hogy igenis ebben kellene nekünk segíteni, tehát a, a háborús övezetben. És a Kárpátok Alapítványnak az igazgató való találkozónk után, ugye egy többen vagyunk önkéntesek ebben a csapatban, dr. Melnik Nikoletta Danka, aki itt az EGRI Markot Ferenc Kórház szülésznőgyógyász szakorvosa, dr. Glovicki Eszter, ögyermekes családanya és Zambó Andrea, ő 14 éve Amerikában élő magyar hölgy, aki be tudja úgymond a, a nemzetközi, illetve az amerikai adományokat csatornázni ebben a, a projektbe hogy... Illetve itt az igazgatónak a nevét is, Bata bocsánat, Boglárka. igen, igen, igen Bata Boglárka, így van tehát hogy Bata Boglárka igazgatónőnek megtetszett ez a, ez a fajta összefogás, és ezért egy külön alapot hozott létre az alapítványon belül, ez az orvosi segítségnyújtás Ukrajnának alap, aminek a pénzadományait ugye csak orvosi eszközökre fordítjuk, illetve jelen esetben már mentőkre. A mentőautós ötlet az onnan jött, hogy dr. Glovicki Eszter ismerősének egy kárpátai szerzetes nővérnek a története jutott el hozzánk, mégpedig az ő ismerőse az evakuációban vett részt egy háborús súlytotta a városban, Itt egy bomba találat érte az egyik házat, az evakuáló személyzet épségben találta az édesanyát, viszont a két gyermek amputációs sérüléseket szenvedett A Megfelelő mentőautók hiány civil autókkal menekítették őket, és mivel nem volt megfelelő ö, egészségügyi berendezés és be. felszerelés, ezért a négy és az öt éves gyermek az édesanyja karjában elvérzett. Ekkor döntöttünk úgy, hogy akkor a mentőautó lesz a következő, amire pénzadományt fogunk gyűjteni, és azt kettő nap alatt sikerült összegyűjtenünk, és az első mentőautót ezt sikerült egy ilyen tíz nap után kiküldeni a, az evakuáló csapatnak. Így indult, és jelenleg nyolc mentőautónál tartunk, egy terepjárónál, amit szintén evakuálásra használnak, hogyha belegondolunk itt a, akár a kelet-ukrajnai részben, vagy a dél-ukrajna úthálózatába, még háború előtt is, azért ez hagy kívánni magot ha, maga után. Illetve most a tüzérségi tűz miatt, tehát a repeszek, a törmelékek, illetve aknára futnak a mentőautók, tehát ez egy fogyóeszköz, amit, amit folyamatosan pótolni kell, és emellett azért még azt is elmondanám, hogy kiemelt célpontot képeznek az egészségügyi személyzet a, az orosz hadsereg számára, tehát konkrétan e, tűz alá veszik őket, mint mesterlövészek, mint pedig e, tűzérségi tűzzel. E, dupla csapás eszközét is használják, tehát egy rakéta csapás után várnak, e, még kiérkeznek a tűzoltók, a mentőszemélyzet, és ugy, ugyanoda egy csapást mérnek, hogy a morát ezzel megtörjék, hogy az egészségügyi dolgozókat e, célozzák. Ez talán azért is nehéz, mert akiknek ti kijuttattátok a, a, mentőautókat, tehát hogy, hogy velük valamilyen szinten, vagy valakivel van, hogy kapcsolatban álltok, tehát hogy tudjátok azt, hogy ugye ahogy említetted is, hogy akár aknára futnak, tehát annak ugyanúgy van személyzetes ítézőjelben annak a kocsinak, tehát ugyanúgy van egy sofőrje, tehát azért nagyon sok áldozatot követelt. Ezt ezt ilyenkor hogyan tudjátok magatokban kezelni, egyáltalán jól eltenni? Azt tudjátok, hogy a mindig saját lehetőségéhez képes megtesz mindent a csapatotokban, de azért ezt lelkileg feldolgozni és kezelni már nehezebb kérdés. Nem könnyű kérdés. Um én azt tudom elmondani így két és fél év után, hogy nekem is kellett pszichológiai segítség, természetesen, de azért azt lássuk be, hogy én például nem jártam háborús övezetben. Tehát én Kárpátalján jártam a lengyel ukrál határon, és Odessa mellé vittük el a negyedik mentőautónkat ami nekem megrázó volt, az inkább az első egy hónap, amit a határon töltöttem, ebből két hetet Tiszabecsen, kettő hetet pedig Csengersimán, a román-magyar határszakaszon, és az itt átéltek, illetve az itt lefolytatott beszélgetések, kommunikáció a menekültekkel, én például nem beszélek ukránul, nem beszélek oroszul, angolul tudtam velük kommunikálni, aki tudott angolul, illetve volt, hogy előfordult mondhatni metakommunikáció, ami azt jelenti, hogy egy pont egy Harkivból menekült idős hölgy mutatta a telefonján egy 15 emeletes háztömböt, és ugye mutatta azt, hogy tehát, hogy ez a zövé. Ennyit értettem meg, hogy, hogy a az zövé, az és ott tátongott egy ilyen hat lakásos fekete lyuk, tehát egy, egy ilyen bombacsapás, és az, az már nem volt. Ha jól tudom, akkor olyan módon is segítettetek, hogy például ti is igyekeztetek elszállásolni menekülteket. Igen, Egelszólátom már a második héten befogadtunk menekülteket. Az első család, akit a Tiszabecsi határátkelőről úgymond haza küldtem, egy háromgyermekes család Csernyhívből, Csernyhív városából, Zsenya és a családja én utólag, tehát amikor már hazaérkeztek, akkor tudtam meg azt, hogy egy bútorlapszabászatot üzemeltettek, egy családi vállalkozást, ami bombacsapás áldott, vagy martalékaivá vált, illetve a családi házuk is belövést kapott. Ők jelenleg már Hannoverben tartózkodnak, és igazából azt akarom itt kiemelni, hogy ő már a második napon nálunk munkát keresett, tehát ő nem várt az, hogy itt bárki is ellássa őket. És uh, igazából nekem ez volt egy tanulság ebből, hogy uh, lehet, hogy a vagyon tárgyai mm, elvesztek, elvesztek mm -hmm. viszont uh, nem panaszkodnak, hanem, hanem akkor uh, csináljuk tovább. És, és menjünk tovább. is. Ez uh, azért Elméletek egy. Intanek. Igen, mm. szerintem ez egy uh, szép, szép dolog. Hát az a, az a kitartás vagy egyetem mentalitás, amit képviselnek, hogy nem azon sírnak idézőjelben ők, hogy mi veszett el, hanem akkor jó, ez történt, és akkor nem a fölött csinálkozni, hanem akkor tovább menni, és így akkor van. egy új életet építeni. Hát azért ez nem lehet egyszerű, egyszerű. De minden mellett azért tiszteletreméltó is, hogy így tekintenek. Visszakanyarodva kicsit a, a kerpetok alapítványra, itt azért nincs egyszerű dolgotok abból a szempontból, hogy talán már most egyre kevesebbet hallani a, a háborúról. Milyen az, az adakozókát? hogyan látjátok ezt? Mennyire nehezebb már mondjuk az elmúlt időszakban mozgósítani a, a az adományokat, vagy az adományozókat. Természetes, hogy kettő és fél év után azért már jóval nehezebb adományozói kedvet kelteni az emberekben. Én azt gondolom, hogy azok a donoraink, azok a nagy adományozóink, azok még mindig mellettünk állnak. Ezek mind, mind magyar cégek, magánszemélyek, mint pedig ugye nemzetközi magánszemélyek, cégek és mondjuk alapítványok. Én kiemelnék ebből egyet, nem is egyet többet. Az egyik az Ausztrál Presbiteriánus Egyház, aki nagyon sok pénzadományjal segített te a munkánkat. A másik brit úri emberek, akikkel a csengersimai határon találkoztam, ők oda egy ilyen mobil konyhát hoztak, és ott ez ilyen meleg, tehát a hamburgerrel látták el a menekülteket, ez egy nagyon érdekes ötlet volt, tetszett nagyon mindenkinek, a önkéntesek között is. Ők kitalálták azt utána, hogy Noricsból Budapestre eltekernek biciklivel, ez három hetet vett igénybe, vadkempingezéssel, sátrazással, és a GoFundMe oldalon, amit sikerült nekik pénzadományt összegyűjteni, azzal a mentőautó, egyik mentőautónknak a finanszírozását segítették. A harmadik pedig a Hóbankok, ők jelenleg tájföldön tevékenykednek, hölgyekről van szó, kézműves táskákat állítanak elő, és ennek az eladásából humanitárius tevékenységre fordítják a befolyt pénzösszeget, és többek között minket támogatnak a mind a mentőautóban, mind pedig ugye a felszerelésben, illetve a gyógyszerekben, kötszerekben, amiket kiszállítunk annak a megvételében. Igyekeztek egyébként új lehetőségeket is felkutatni, vagy új adományozókat, hogy mennyire tudjátok ezt így mozgósítani az alapítvány belül? Jelenleg most abban gondolkozunk inkább, hogy egy nagyobb szabás összefogást szeretnénk, pedig az, hogy több szervezet működjön együtt, a héten volt egy találkozóm a Kárpátai Sárkányellátó Alapítványa. Ők ugye a kárpátai alakulatokat látják el különböző felszereléssel, drónokkal, hőkamerákkal, és így tovább. Viszont őnekik ugye természetesen van egy civil oldal projektjük is, és most azt beszéltük meg, hogy, hogy együtt fogunk bele egy ilyen pilot projektbe, tehát hogy egy mentőautóra fogunk most pénzadomány gyűjteni együtt, és a most alapítvány az, aki még valószínűleg hozzánk csatlakozik, és így együtt hárman, én azt gondolom, hogy több lehetőség lesz lefedni akár céges lehetőségeket is, még pedig például a most alapítványnak az ötlete az, az az, hogy nagyon sok olyan munkavállaló van például Magyarországon és nemzetközi szinten is, akiknek van egy olyan kafetéria elemük, hogy az éves fizetésüknek a bizonyos százalékát őnekik van lehetőségük felajánlani valamilyen jótékony célra. Nem kötelező, de de csak, a, csak ilyen e, célra rendelkezhet ezzel az összeggel a munkavállaló, és ugye ezeket becsatornázni abba, hogy továbbra is mentőautókkal tudjuk ellátni e, Ukrajnát. Mégpedig azért, mert 2022 e, végéig, tehát a három irányú, teljes körű, tehát ugye dél- e, észak kelet irányú támadás, e, Alatt. az ENSZ adatai szerint 450 mentő autó sérült meg, vagy pusztult el teljesen, a nem hivatalos ukrán adatok szerint pedig 1500. Tehát uh, van igény, és uh, természetesen most is zajlik a háború attól, hogy a média annyira már nem uh, kapja fel ezt a, ezt a hírt, uh, én azt gondolom, hogy egy 3000 kilométeres front szakasz, amiből 1000 kilométer aktív, uh, bőven van még segíteni valunk ezen a területen, és szeretnénk azt, hogyha több ilyen gyermek vagy családanya menekülne meg azért, mert van megfelelő felszerelés és mentőautó, nem pedig csak egy civil autó. Hát én azt kívánom nektek a, a folytatásra, hogy még azért nagy lendülettel legalább ilyennel álljatok neki, és az nagyon jó, hogy a más szervezeteket is tudtuk mozgósítani annak érdekében, hogy a segítségnyújtás még aktívabb legyen, és hogy nem laposodjon el idézőjében, lehet ilyen szót használni, akkor, akkor mindenféleképpen, és még hát sok erőt nektek, és természetesen azért a lelki oldalát és tekintve többször is belekérdeztem most a beszélgetésben, hát valóban azt gondolom, hogy nem lehet egyszerű azért beszélni azokkal az emberekkel, akik ennyire érintettek ebben, akik elveszítették az otthonukat, a mindenüket, de hogyha mégis tovább tudnak menni, hát ezt a mentalitást, ezt meg bízom benne, hogy mindenki át tudja venni majd a későbbiekben. Jó munkát kívánunk nektek, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Ez volt a Képen vagyunk a TV Eger podcast műsora. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra, viszonthallásra.